Jelentős kihívásokkal kellett szembenézni a Vásárosnamény önkormányzatának az elmúlt hónapokban. Mint azt a város polgármesterétől, Filep Sándortól megtudtuk, az átalakított intézményrendszer jól vizsgázott, ennek köszönhetően pedig a legfőbb szolgáltatások elérhetőek voltak a lakosság számára a legkritikusabb időszakban is. Filep Sándor hozzátette, a város vezetése igyekszik a lehető legtöbb embernek munkát adni, egyes helyi vállalkozások számára ugyanis nehézséget okoz a dolgozók megtartása. 530 közfoglalkoztatottunk volt valamikor, 4-5 évvel ezelőtt, ez a létszám 180-ra csökkent. Most úgy látjuk, hogy valamelyest ez azonban ismét nyílni fog, de azon vagyunk, hogy aki dolgozni akar, annak tudjunk lehetőséget biztosítani. Ugyanakkor azt is el kell mondjam, hogy nem állt le az élet. Vásárosnaményban a beruházásaink, topos fejlesztéseink, dinopos fejlesztéseink mind jó úton haladnak, sőt, amiket elkezdtünk erőből, parkoló kialakítását és egyéb repülésrendezési elképzeléseinket, ugye Tiszaparton, mint a város különböző pontjain, ezeket mind megvalósítjuk, erősítjük a Szia wellness és termálfürdítés, hiszen látjuk azt, hogy a turizmus lesz az első olyan pont, amelyben el kell mozdulnunk, hiszen Vásárosnamény a bereg szíve, egy dologra törekedhet most, ami nem más, mint nagybetűkkel írva a biztonság, a biztonságos üzemeltetés, biztonságossá tenni Vásárosnaményt, a bereget, és ezáltal minden ideérkezőnek garantálni azt, hogy ha a lehetőségei engedik, elindul újra az élet, akkor a szabályokat szigorúan betartva próbáljuk megérhetővé tenni a mindennapjainkat. A felmerülő akadályok miatt Vásárosnamény vezetésének mindenképpen más irányt kellett venni, mint azt előre meghatározták, ám a fejlesztések jó ütemben haladnak ezekben a hetekben is. Filep Sándor hozzátette, a helyi turizmus nagy károkat szenvedett el, így az önkormányzat is igyekszik segíteni a vendéglátóegységek működését. Most a legsősebb helyzetben a volt Börvin ruhagyár, a mostani ARI ruhagyárban, amely nagyon komoly fejlesztés előtt állt, ez most megtorpadni látszott, de hiszem azt, hogy ez a folyamat is újra gondolásra kerül, és újra mehet, majd ott egy 550 fő foglalkoztatása sérült olyan mértékben, mint egy 300 fő tud jelenleg is még maszkokat gyártani. Nyilván én szorítok azért a 250 emberért is, akik jelenleg kényszerpihenőt jelennek, és a gyár vezetése pedig azon munkálkodik, hogy kommenzi segítséggel újra tudják indulni. Itt a helyi mikro, kis és középvállalkozások helyzete igen nehézé vált, de azt is látjuk, hogy a meglévő beruházásokat, és ezt örömmel tapasztalom, amikor a várost járom és napi kapcsolatba kerülök a vállalkozóinkkal, hogy a fejlesztéseket mindenki optimistán kezeli, még egy picit meg is torpant ez egy-két hónapra, ez a folyamat már a múlt héten újra gondolásra került, és látom azt, hogy telephelyfejlesztések és bővítések elindulnak. Mint azt megtudtuk, Vásárosnamény és lakossága ezekben a napokban éppen ünnepelt volna, most lenne ugyanis esedékes a beregi ünnepi hét. Filep Sándor ezzel kapcsolatban elárulta, már folynak az egyeztetések Beregszász vezetésével arról, hogy az év későbbi időszakában hol és milyen formában lesz megtartható a rendezvény.